Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket. Míg ma úgy indultunk neki a napnak, hogy bár konzultálni fog a parlamenti pártokkal a kormányalakításról Klaus Johannis, a tárgyalások első fordulója után sok újdonság nem fog elhangzani az államfői paluta pulpitusától, más történt. Klaus Johannis bár előzetesen ő maga mondta azt, hogy nem hiszi, hogy egy forduló után közelíteni lehet az álláspontokat, ma este bejelentette Dacian Csolosnak, az USZR elnökének ad kormányalakítási megbízást. Az újabb parlamenti többség reményében, vagy épp ellenkezőleg, erre majd kitérünk a ma esti műsorban. Annak a Dacian Csolosnak egyébként, aki 2015. novembere és 2017. januárja között technokrata kormány élén már volt miniszterelnök, szintén Klaus Johannis javaslatára. Az államfő nem indokolta meg választását, csak arra hivatkozott, hogy az országnak sürgősen teljes jogkörű kormányra van szüksége, amely kezelni tudja az energiaárak emelkedését, a koronavírus járvány okozta válságot, és meg tudja hozni a nemzeti helyreállítási terv életbe léptetéséhez szükséges döntéseket. Ez a ma esti témánk, Cseke Péter, a maszol.ro portál főmunkatársa és Szász Attila, a Marosvásárhelyi Rádió főszerkesztője a 24 plusz asztalánál. Péter virtuálisan, Szász Attila itt van a stúdióban velem. Uraim, jó estét, szervusztok, újságíró kollégák vagyunk, tegeződni fogunk ma este is. Jó estét. De még mielőtt elkezdenénk beszélgetni a belpolitika legújabb fejleményeiről, illetve arról, hogy Dacian Csolos jelölése mennyire volt benne a levegőben, illetve mennyire csak csel Klaus Johannis részéről, mennyire gondolja komolyan az államfő, kapcsoljuk telefonon Csoma Botton parlamenti képviselőt, az RMDS képviselőházi frakciójának a vezetőjét. Jó estét kívánok, képviselő úr! Jó estét kívánok, és köszöntöm a nézőket! Képviselő úr, az RMDS hogyan viszonyul Dacian Csolos miniszterelnök jelölthöz? Ebben a pillanatban azt tudom mondani, hogy az RMDS-nek nagyon nehéz lesz egy olyan kormányt támogatnia, amelyet Dacian Csolos vezet. Az első okunk az, hogy az USZR Plusz az AUR-ral kezdeményezett egy bizalmatlansági indítványt először, és utána pedig az USZR Plusz meg is szavazott egy olyan bizalmatlansági indítványt, amelyet a szociáldemokraták kezdeményeztek, amelynek ugye az volt a célja, hogy megbukjon a kormány. Tehát akkor nem az a gond, hogy Dacian Csolos a miniszterelnök jelölt, hanem az, hogy az USZR benne van a pakliban, jól értem? Ebből kifolyólag a jelenlegi állás szerint nehezen tudunk támogatni egy olyan kormányt, amelyet az USZR Plusz által, vagy az USZR Plusz elnöke vezet, az az USZR Plusz, amely az AUR-ral kötött a parlamentben egy konjunkturális egyességet arra vonatkozólag, hogy döntsék meg a kormányt, azt a kormányt, amelyiknek az USZR Plusz is a tagja volt. Tehát nyilván nem utasítjuk el a tárgyalásokat, le fogunk ülni az USZR Plusszal tárgyalni, csak azt tudom önnek mondani, hogy ebben a pillanatban nagyon nehéz lesz nekünk meggyőzni a saját kollégáinkat, szenátorokat és képviselőket arról, hogy támogassanak egy olyan kormányt, amelyet Dacian Csolos vezet, és itt most az USZR Plusz elnöki minőségében beszélek Dacian Csolosról. Mit ajánlott az RMDS Klaus Johannis államfőnek? Minél volt jobb változat az államfő szemében Dacian Csolos? Az RMDS-nek az volt a javaslata, hogy próbáljunk meg egy 6 hónapra egy úgymond moratóriumot kialakítani ebben az országban, és próbáljuk meg ezt a politikai krízist egy 2 lépcsős rendszerben valahogy megoldani, és ennek fényében az volt a javaslatunk, hogy Kelemen Hunor legyen a miniszterelnök jelölt. Úgy gondoltuk, hogy az utóbbi időben úgy a koalícióban, mind amikor a válság kialakult, az RMDS viszonyult tulajdonképpen a legracionálisabban ehhez a válsághoz, és tulajdonképpen nagyon sok esetben az RMDS volt a stabilitás hangja, és azt javasoltuk az államfőnek, hogy nevezze meg Kelemen Hunort miniszterelnök jelöltnek. Egy hat hónapos nyilván lehet egy ilyen egyességet kötni, hogy egy 6 hónapos mandátumra, aminek ugye az lenne a célja, hogy minél hamarabb legyen egy kormányunk, amelyik teljes gőzerővel tud dolgozni azon,
hogy valahogy szembeszálljunk a járványügyi helyzettel, ugye ezzel a negyedik hullámmal, amelyik itt van a nyakunkon, tudjunk küzdeni az energiaárakkal, ugye mert a sürgősségi kormányrendeletre van szükség ahhoz, hogy valamit is tudjunk kezdeni az energiaárakkal, és a jelenlegi kormánynak, amely egy korlátozott jogkörű kormány, nincs joga arra, nincs hatásköre arra, hogy sürgősségi kormányrendeletet elfogadjon. Tudjon a kormány beterjeszteni egy költségvetés tervezetet a jövő évre vonatkozólag, mert egy korlátozott jogkörökkel rendelkező kormánynak erre sincs lehetősége, hogy a költségvetés tervezetet benyújtsa a parlamentbe. És próbáljunk meg az égető problémákkal, azokkal a problémákkal, amelyekkel szembesül az ország és az ország állampolgárai, próbáljunk ezekre egy megoldást találni. És azt gondoltuk, hogy az RMDSZ-nek lehetősége lenne arra, hogy visszacsinálja valamilyen formában azt a koalíciót, amelyik felvonult. Tehát ez volt az első opciónk akkor, amikor Kelemen Hunort javasoltuk, hogy megpróbáljuk ugyanakkor visszacsinálni a koalíciót, amennyiben pedig ez nem sikerül, meggyőzni esetleg a szociáldemokrata pártot, hogy egy bizonyos ideig, addig, ameddig sikerül ezeket a dolgokat megoldani, addig támogasson egy kisebbségi kormányt. Ezzel a javaslattal mentünk Klaus Johannishoz. Mi volt Klaus Johannis államfőnek a válasza erre, vagy Dacian Csolos volt a válasz erre? Volt a Dacian Csolos a válasza, azt mondta, hogy átgondolja, abban egyetértett, hogy szükség van egy kormányra, nyilván egy teljes jogkörű kormányra, de semmi olyat nem mondott, amiből mondjuk azt a következtetést lehetett volna levonni, hogy Dacian Csolost kijelöli miniszterelnök jelöltnek, sőt azt mondta, hogy itt még szükség lesz bizonyos tárgyalásokra, tehát nem volt semmilyen jel, nem utalt arra legalábbis ezen a tárgyaláson, hogy Dacian Csolost kijelöli miniszterelnök jelöltnek. Csoma Botond parlamenti képviselőnek, az RMDSZ Hosoházi frakciójának a vezetőjének köszönöm, hogy válaszolt a kérdéseinkre. Nagyon szívesen. Újságíró kollégáimmal folytatjuk, Cseke Péter, Szász Attila. Meglepődtetek? Mennyi ideig lepődtetek ti meg, Péter? Hát én most az élőadás elkezdése előtt is bevallottam nektek, hogy én meglepődtem, az első reakcióm a meglepődés volt, megtoldva azzal a gondolattal, hogy mi történt. Klaus Johannis helyre akarja állítani a koalíciót, és megjött az esze, meggyőzte a liberálisokat is, hogy fogadják el miniszterelnöknek Dacian Csolost. Ez körülbelül egy percig tartott nálam, amíg rá nem jöttem, hogy ez... Hát akár végtelenül cinikus lépésnek tartanám, ha nem lenne annyira magas az inger küszöbön, hogy most már csak legyintek erre is. Nem tartott sokat, és végképp megerősödött bennem annak a tudata, hogy ez egy álmegoldás vagy időhúzási kísérlet, amikor megszólalt a liberálisok elnöke, a Nemzeti Liberális Párt elnöke, Florin Kücsú, és azt reagálta, amit erről majd később biztos beszél. Attila, te mennyi ideig lepődtél meg, vagy te is arra gondoltál, hogy Klaus Johannis államfőnek végre megjött az esze? Nem, én nem láttam élőben a bejelentést, nekem telefonon értesítettek kollégák, hogy mit nyilatkozott, és nekem startból nem tűnt logikusnak, ami történik, és továbbra is azt gondolom, hogy annak ellenére, hogy az államfőnek ebben a helyzetben tényleg moderálnia kellene, és tényleg azon kellene dolgozzon, hogy egy működő, stabil kormánya legyen ennek az országnak. Továbbra is a homokozó melletti bácsi szerepét játsza, és gyakorlatilag azon, tehát pontosan az alkotmányos kötelezettségének ellentmondva politizál, és azon dolgozik most jelen esetben, ugye, hogy Csolost lejárása, tehát belevigy egy olyan zsákutcába, amiből ugye az USZERE elnöke nem tud jól kijönni gyakorlatilag. Én nem hiszem, hogy Csolosnak sikerül parlamenti többséget kialakítani a kormányához, és azután szerintem erre nincs meg Johannisnak sem a forgatókönyve, hogy nincs meg a következő lépés. Tehát én ezért tartom ezt a játékot blöffnek és olcsó politikai húzásnak.
mert senki nem tudja, mi lesz a következő lépés. Az USZIRI-nek ez egy sakk volt, hogyha a játszmázástra gondolunk. Mert ők javasolták egyelőtt, tehát nem gondolták, hogy az államfő ezt komolyan fogja venni. Az államfő pedig akár a pokerben blöfölt most egyet, de továbbra sincs kártya a kezében a következő lépésre. Tehát egy hét múlva, vagy bármikor lesznek a következő tárgyalások, ugyanott fogunk tartani, ahol ma, csak valószínű, hogy a koronavírus áldozatainak a száma lesz nagyobb, az energiaárakról továbbra sem lesz semmilyen konkrét döntés, és így tovább. Péter, tehát akkor most arról van szó, hogy Klaus Johannis államfő azt mondta a kormánybuktató USZIRI PSD AUR triónak, hogy fiúk, itt van a jelöltetek, a miniszterelnök jelöltetek, lássam a parlamenti többséget? Hát úgy gondolkozhat, röviden átdobta a döglött macskát az USZIRI-hez. Nagyjából az üzenete az volt, hogy ti buktattátok meg a kormányt, keres szövetségeseket a kormánybuktató pártok között, és oldjátok meg, amit ti okoztatok. De hát igazából meg tudnák oldani ezt, nem? Tehát a liberálisok... Hát matematikailag igen, hogy... Liberálisok segítségével is. A liberálisok azt mondják, hogy... Jó, várok. Jó, de hát akkor indulunk ki abból, hogy az első pártreakciók ismertek, Csoma Botondot most élőben hallottuk, az RMDS reakcióját, erről is lenne egy-két szavam, hogyha belefér az időbe, keresetlen. A PSD nyilván elzárkózott, és ami a legfontosabb, mint említettem, hogy a Florin Kötszú, PNL elnöke, ügyvívő kormányfő elzárkózott, és szintén az AUR-hoz és a PSD-hez küldte Dacian Csolost. Tehát azt nyilatkozta ugye ma este, vagy Facebook oldalára írta inkább, ha jól tudom, hogy mi csak akkor ülünk le Dacian Csolossal, miután parlamenti többséget alakított ki a PSD-vel és az AUR-ral, tehát az eddigi szövetségeseivel. Tehát, hogy mondjam, ez egy nagyon cinikus, ennél jobb kifejezés nem jut eszembe, mint cinikus játék, amit tűz az államfő, és azért is tartom méltatlannak ezt az egész történetet, jó, az elnöki pozíciójához is, de egész Románia számára, hogy voltak éppen Klaus Johannis volt az, aki ezt az egész politikai válságot elindította. Ez biztos többször elhangzott itt az RD Televízió híradó utáni műsoraiban, vita műsoraiban, tehát neki kellett volna megoldani ezt a válságot, és úgy, ahogy Szász Attila a kollégám emlegette, gyakorlatilag az egyetlen életképes megoldást, vagyis a koalíció helyreállítását, amióta megbukott a Kötszú kormány, folyamatosan torpedózza az államfő. És itt ezzel a húzással pedig gyakorlatilag csak időt akar nyerni. Még két szempontot még biztos figyelembe vett, sőt lehet hármat is, csak nem akarok nagyon spekulálni. Az egyik az a bizonyos alkotmánybírósági döntés, ami bizonyos értelmezések szerint, és hajlok arra, hogy ezek az értelmezések helytállóak, Florin Kötszú bukott kormányfőként nem kérhető fel újra, legalábbis első körben biztos nem, kormányalakításra. Ezzel a Csolos jelölésével ezt kipipálták. A másik hátsó gondolata az lehet Klaus Johannisnak, de ez nagyon hátsó, de mindenképpen számolni lehet vele, hogy jelenleg a jobboldalnak az egyetlen államelnök képes politikusa lehet, hogy fogtok velem vitatkozni, de az Dacian Csolos. Tehát az a politikus, aki megpályázhatja a jobboldali pártok közül eséllyel az államelnöki funkciót 2024-ben, Dacian Csolos. Klaus Johannis nyilván nem lehet újra államfő, de azt szeretné, hogyha a PNL adná a következő elnököt is. Tehát nem zárom ki, hogy még ez is benne volt a számításaiban. Úgy kalkulálva nyilván, hogy Dacian Csolosnak mégis sikerül kormányt alakítania, és egy ilyen nehéz időszakban nehéz időszakban egy kormány fő, meg a pártja is csak erodálódhatnak. Nyilván Dacian Csolos erodálódásához maga a Nemzeti Liberális Párt is hozzájárulhatna, hogyha
Vülcse Jánu, illetve Florin Kütszú nem ilyen ellenségesen viszonyult volna a jelöléséhez, hanem azt mondják, igen, megszavazzuk, elviszi a balhét most télen az energiaárakkal, a koronavírus járvánnyal, meg minden, és ebből a fiúból biztos, hogy nem lesz a Kotrocsenyi palota ura. Attila, itt Péter arról beszélt, hogy helyreállítani a koalíciót. Szerinted most ezzel, hogy Klaus Ioannis Dacian Csolost jelölte, és jöttek ismét a reakciók, ezzel végérvényesen elbukott ez a változat, hogy lesz itt még USZDRP-nél RMDSZ koalíció? Nem tudom, hogy végérvényesen elbukott-e, azt viszont tudom, hogy Dacian Csolos most nem fog többséget alakítani, és ezt Ioannis is nagyon jól tudta akkor, amikor nevesítette. És én, hogyha megfigyeljük az utóbbi idők diskurzusát, mind a PSD Ioannisszal, illetve Ioannisnak a PSD-vel szembeni diskurzusa sokkal puhább volt, mint az előtt, úgyhogy akár az is benne van a pakliban, hogy Ioannis lecserélné a kormányban, vagy a kormány közvetlenül támogatók köréből az USZDRP-t a PSD-re. És abban bízik, hogy sikerül egy kisebbségi kormányt, például RMDSZ kisebbségi kormányt a PSD parlamenti támogatásával működtetnie. Ez lehet, hogy rövid távon össze fog jönni neki, de nem hiszem, hogy ezzel ki lehet vinni ezt a mandátumot. A PSD ugye többször elmondta, hogy inkább az előzött választásokat választaná, úgyhogy ha lesz is kisebbségi kormány, akkor az nagyon rövid ideig fog tartani. A PSD egyedül érdekelt, és az AUR ugye az előzött választásokban mind a kettő a jelen felmérések szerint megnyerné tehát a jelenlegi mandátumánál többet szerezne a parlamentben, úgyhogy ők, akik érdekeltek egy előzött választásban, és az USZDRP és Ioannis közötti, illetve az USZDRP és a PNL közötti viszony, az azt látom, hogy ahelyett, hogy normalizálódna és valamilyen racionális mederbe visszaterelhetővé válna, egyre rosszabb. Tehát, hogyha visszaemlékezünk a Kütszú parlamenti beszédére, az ahelyett, hogy ugye már teljesen mindegy volt, de még akkor is beleütött eszeget ebbe a koporsóba, most gyakorlatilag Ioannis ugyanezt az árkot mélyíti ezzel a taktikázással, amit ma játszott. Az, hogy az előrehozott választásokkal nyerne a szociáldemokrata párt, nyerne az AUR, veszítene egy kicsit a PNL, de még többet veszítene az USZDRP, ez nem lehet elég ok Klaus Ioannis államfőnek, hogy végérvényesen kicsinálja az USZDRP-t? Vagy játszik, kérdezem másképp, játszik az előrehozott választások, mint opció, Péter? Hát itt teljesen kizárni nyilvánvalóan nem lehet. Itt alig került szóba, most nem itt ebben a műsorban, hanem az utóbbi napokban, és csak az AUR vetette fel hangsúlyosan az államfő felfüggesztését. És ezt szerintem teljesen elképzelhető forgatókönyv. De ez nem miért, mikor vagy miért merülhet fel akkor, hogyha túl sokáig van ügyvivő kormány? Azért jöhet, pontosan, merülhet tehát fel? Az alkotmánynak az egyik hiányossága, hogy voltak éppen semmilyen, nem korlátozza egy ügyvivő kormány mandátumát. Igen, tehát a 45 napos határidő nem vonatkozik erre. Komoly elemzőket láttam, hallottam 45 napról beszélni, ez nem igaz, tehát nem vonatkozik erre a 45 nap, az a 45 nap az ügyvivő kormány mandátumára. Viszont az államfőnek vannak bizonyos jogkörei, meg feladatai is. A feladatai pontosan az, hogy működésben tartsa a román államot, örködjön afelett, hogy kormányozható legyen ez az ország, és ezt előrángatva, simán erre hivatkozva fel lehetne függeszteni a hivatalából, abban az esetben, ha húzza az időt, és nem járul hozzá egy konstruktív megoldáshoz. A konstruktív megoldás, vagy a legelképzelhetőbb és legkönnyebben megvalósítható lett volna még néhány hete, a koalíció helyreállítása. Tehát itt oda akarok kiukadni az államfő, nem hiszem, pontosan amiatt, hogy a PNL is nagyon sokat veszítene, az USZDRP is, de a PNL is nagyon sokat veszítene az előrehozott választásokkal, arról nem is beszélve, hogy az elhíresült saját kormányát az államfő elveszítené. Tehát gyakorlatilag egyedül maradna a Kotrocsenyi palotába, a mandátuma hátra levő részében. Tehát nem hiszem, hogy ezt a kockázatos lépést megtenné.
Ő jobban fél az előre a felfüggesztésétől, mint az előrehozott választások kiírásától, úgyhogy szerintem bármilyen variáns elképzelhető. Én arra hajlok, hogy télig, karácsony előtt valamikor lesz egy beiktatott kormányunk, négyféle forgatókönyv lehetség, ezt nagyon gyorsan elmondom, de szerintem mindenki ismeri. Az első helyre áll a koalíció, egy másik pénélés miniszterelnökkel, nem Florin Kücúval, uszerés miniszterekkel nyilván, második kisebbségi kormány, ennek is két változata van, a PSD támogatja a parlamentből a Penélé kormányt, és a másik, amiről nem is esett eddig nagyon szó, az Ussere támogatja a parlamentből a kormányt, tehát nem lesznek miniszterei. És a negyedik variáns végül az előrehozott választások. Az teljesen kizárható. Így látom én, Az teljesen kizárható, hogy a Szociáldemokrata párt nem fogja támogatni Dacian Ciolost. Most arra gondolok, hogy azt mondja a Szociáldemokrata párt, hogy hát muszáj felvállalni azt, ami jelenleg történik az országban, fontosabb az ország, fontosabb a nemzet, mint az önös politikai harcok, támogatjuk Dacian Ciolost. Ha meg is egyezik az USZR a PSZD-vel, ez nem elég. És a PSZD-nek meg végképp nem előnyös. De nem látom, hogy miért támogatná a PSZD. Amint az előző kérdésedre viszont válaszolunk, az az, hogy itt elmondtuk, hogy melyik pártnak lenne jó egy előzött választás, és melyiknek nem. Viszont gondoljunk bele, hogy a választóknak mennyire lenne jó most belefutni egy választási kampányba. Tehát ezt szerintem nem meri megkockáztatni Johannes, vagy hogyha van, de lehet, hogy nincs, mert most már bebizonyította, hogy teljesen következetlen és illogikus minden, amit cselekszik, úgyhogy akár megtörténhet, de a legnagyobb vesztese az nyilván a szavazóik lennének. Amikor kirobbant ez a belpolitikai válság, akkor arról beszéltünk, hogy hát az egyik legnagyobb felelőse ennek a válság kirobbantásnak az maga Klaus Johannis államfő, aki próbálja überelni a játékos Traian Băsescu egykori államfőt, csak hogy most már elveszítette igazából a kontrollt, és túl messzire ment, vagy nem tudta kiszámítani azt, hogy mi történik. Ez mennyire igaz? Tényleg úgy tűnik most már minden bizonnyal, hogy Klaus Johannis nem tudja, hogy mi fog történni holnap? Én úgy látom, hogy nem tudja. Tehát a mai jelölése is, a Kücúféle kampányba való beavatkozása is, minden azt bizonyítja, hogy gyakorlatilag nem tudja, mi a következő lépés. És ez szerintem a politikában azért hát több, mint kockázatos. És ő egy államférfi, a második mandátumánál nem szabadna ilyen játszmákat műveljen. Ráadásul túl nagy a tét, nagyon rossz az időzítés. Ugye itt sokszor elhangzik, most már mindenki legyint a felelősség és a felelőtlenség témájában, de tényleg a ház ég, és Johannis játszik. Egy dolgot azonban tudhatunk, vagy egy dolgot azonban biztosra vehet Klaus Johannis, amit itt Péterrel is beszéltünk a műsor elején, hogy Dacian Ciolos nem tud többséget kialakítani maga köré. Péter, tudja Klaus Johannis, hogy mi lesz a következő lépés? Nem, tehát én csak egyetérteni tudok azzal, amit Attila mondott, hogy Klaus Johannis egyszerűen tehát lesre futott, hogy most én is egy sporthasonlattal éljek. Ugye itt még jóval Kücú bukása előtt, az USZR kormányból való kilépése után elterjedt az a forgatókönyv. Egymástól függetlenül írták lapok ugyanazt, jelesül, hogy a PSD és az államfő között született egy alkú. Az alkúnak az volt a lényege, hogy segítik Florin Kücú pártelnökké választását, és utána majd a parlamentből támogatnak egy kisebbségi Penélé kormányt. Ezt több lap is írta, én nem tenném érte tűzbe a kezem, de egyre életszerűbbnek tűnik ez is. Csak hogy a PSD az alkunak a második részét már nem tartotta be. Hozzásegítette Florin Kücút a pártelnökké választásában, de állítólag
a szociáldemokraták tekintélyes politikusainak nyomására, több veterán politikus, ez a Paul Stanescu, vagy akár Gabriela Firia volt főpolgármester is ide sorolható, Marcel Ciolacu meggondolta magát, és most az előrehozott választásokon lovagol. És ez gyakorlatilag iránytű nélkül hagyta az államfőt, fogódzók nélkül, forgatókönyvek nélkül, megoldások nélkül. És ezt, ennek a levét isszuk meg mindannyian, illetve hát annak a levét, hogy végül is személyesen Klaus Johannisnak olyan sok veszíteni valója nincs, olyan értelemben, hogy 2021-ben nem pályázik új a mandátumra, de akkor is feltenném magamba a kérdést, illetve hogyha én a helyében lennék, akkor miért érné meg nekem, hogy ilyen csúfosan teljen a második mandátumom, ennyire eredménytelenül, ne tudjak semmit se felmutatni a mandátumom végén, abból az 5 évből, amit az ország élén töltöttem, mert ilyen körülmények között nyilván stabil kormány nélkül új közpolitikákat bevezetni, reformokat bevezetni, semmit nem lehetséges. De egy kormány szétverése azért az teljesítmény. Itt, amikor az iránytűt emlegette Péter, akkor eszembe jutott Traian Băsescu, mint volt hajós kapitány az iránytűről. Ő meg tudná oldani ezt a helyzetet szerintetek? Tehát neki van? Tehát ha ő lenne most Klaus Johannis. Tehát, én nagyon nem élveztem annak idején azt sem, amit Traian Băsescu művelt, viszont Traian Băsescu egy politikus volt Johannisszal ellentétben. Tudta kavarni a politikai vizeket, meg tudott változtatni olyan helyzeteket, amelyekről sokan nem gondoltak volna, ugye a 2004-es választások eredményei, ugye az erkölcstelen megoldást, ugye a konzervatív pártot ki tudta a szociáldemokraták mellől tárgyalni, és egy teljesen más többséget kialakítani a parlamentben, és voltak neki meredek húzás, amelyek bejöttek. Johannis nem Băsescu politikusi kalibere sajnos. Péter, fél perced van, szerinted meg tudná oldani Traian Băsescu ezt a helyzetet? Nem került volna ilyen helyzetben. Nem, én nem spekulálnék. És mivel viszont Attilával teljes mértékben egyetértek abban, hogy Johannishoz képest Traian Băsescu legalább értett hozzá. Tehát ez a különbség. És nagyon röviden még annyit, hogy számomra a nap csalódása nem Johannis volt, hanem az RMDS álláspontja ebben az egész történetben, ugye, ahogy Stoma Botondot is hallgattuk. Ők következetesen az RMDS azt hajtogatta, hogy a koalíció helyreállítása a megoldás. Dacian Ciolos jelölésével megnyílt volna az út a koalíció helyreállítására, nem Florin Câțu lett volna, nem egy liberális miniszterelnök, de a koalíció helyreállt volna. Tehát én itt egy erős-erős következetlenséget érzek az RMDS magatartásában, aminek sejtem a hátterét, de gondolom erre nincs idő, hogy ki is fejtsük. Erre most nincs idő, hogy kifejtsük, viszont idő lehet a következő 24 pluszokban, hisz a belpolitikáról fog szólni még minden bizonnyal az elkövetkezendő 1-2 hét. Te magad azt mondtad, hogy majd karácsony táján talán itt rendeződni fog minden. A mai műsor ennyi volt. Én Csege Péternek, a maszol.ro portál főmunkatársának és Szász Attilának, a Marosvásárhelyi Rádió főszerkesztőjének köszönöm, hogy ma este itt voltatok velünk, és segítettetek eligazítani a nézőket ebben az útvesztőkkel teli belpolitikai válságban. Jönne most az a rész, hogy nagyon szívesen köszönjük a meghívást. Nézőknek köszönöm a figyelmet, holnap este 8 órától ismét várom Önöket itt az Erdélyi Magyar Televízióban. Legyen szép estéjük, viszontlátásra!